Mai napnak az eseménye volt Gaudi Nagy Tamás és Lenhárt Balázs akciója, amikor eltávolították az EU zászlókat az ülésteremből, és ez pedig önmagában azt jelzi, hogy rendkívüli lépésekre volt szükség. A vonalban Gaudi Nagy Tamás. Halló, halló, képviselő úr, szervusz, köszöntelek szeretettel. Szervusz, üdvözlőnek, köszönöm a kedves nézőket. Viszont rosszak a vételek, viszont elnézést ezért, mert autópályán tartok éppen Zaborba egy találkozással, választókkal, és Egyébként Tamás, tökéletesen hallak, úgyhogy örüljünk neki, és akkor első kérdésem rögtön, miért léptetek ilyen rendkívüli módon föl a parlamentben? Hát igen, tulajdonképpen az utolsó érdemi parlamenti napja volt ennek a 4 éves ciklusnak, amelyben képviselőként arra tettem esküt, hogy minden eszközzel a nemzet szabadságáért küzdeni fogok. Én ennek szellemében igyekeztem végighajtani ezt a 4 évet. A napirend utáni mai nap önkéntes felszólalásom, mert rövid összegzést adtam erről, az elért eredményekről, de kétségkívül a nemzet egészen szintjén észlelhető egyes pozitív jelenségek mellett, mint például mondjuk az a kohol visszavásárlása, a gázüzletek visszavásárlása, vagy a múltik adóztatása, az állampolgárság megadása mondjuk a elcsatott ezen élő magyaroknak, tehát ilyen jelenségek mellett az összességében nagyon drámai a helyzet ebben az országban. Így van. Gyarmatosított állapotban vagyunk, és ez tulajdonképpen nem hogy csökken, de kiteljesedik, egyre intenzívebbé válik. Dacára annak egyébként, hogy a kormányzat oldaláról vannak itt lehet törekvések arra, hogy ezt valamilyen módon próbálják korlátozni. Ugyanakkor a kormány más tényező részéről meg ezt úgy látom, hogy még inkább elősegíteni kívánják a gyarmatosítást. Tehát ennek a szimbóluma az Európai Uniós tagság. Tehát a mai akció az egy olyan törvényjavaslat vitájának felszólásomat követően történt, amely javaslat egyébként nevében látszólag semmi izgalmasat nem tartalmaz, kollektív befektetőkről szóló törvényjavaslat. Hozzáteszem, nagyon furcsa, hogy ezt a javaslatot, meg az úgynevezett bizalmi vagyonkezelőkről szóló javaslatot miért kellett sietve a ház elé nyújtani itt a ciklus vége felé. A válasz röviden az, hogy az elmúlt 24 évben felhalmozott eredeti tőkebeavatással felhalmozott vagyonnak most az ilyen befektetkedése zajlik majd, de költő nincstelen időszak következik, amikor elrablott, elhorzott vagyon fogják meg külföldi szakértőkkel az oligarchák meg a gyarmattartók raposgatni, elhelyezgetni, kvázi ilyen Simon Gábor féle módon. Igen, hát itt a földügyekben, de Paks ügyében is látjuk, hogy mi folyt, és az, hogy 1 millió ember már külhonban keresheti a megélhetését, mert igen, itthon a biztos pusztulás vár rá, ez minősíti az elmúlt 4 esztendőt. Így van, és ugye ennek a törvényjavaslatnak a vitájában volt egy záró vita ma, mert benyújtottak múlt héten egy, hát jól számolom, igen, múlt héten egy 71 oldalas, úgymond módosító javaslatcsomagot, amire volt 10 perc átnézzük, illetve most pedig benyújtottak egy zárószavazás előtti módosító csomagot, amelyben a tükröt bogarat módosították, többet ölt a földforgalmi törvény. Azt is? Na tessék! Amelyben lényegében szentesítették azt, hogy a speciális alakiságú szerződési formulák, tehát a vízjegyes papír alkalmazása, meg a speciális vinyete alkalmazása, a matrica alkalmazása fél évig nem lesz szükséges. Tehát magyarul az a rettenetes nagy veszély áll elő, ezzel a törvénnyel is, meg hát az a hazáruló földtörvénnyel, hogy egyszerűen itt szemük láttára foglalják el idegenek, illetve a hazai oligarchák a földet a magyar emberek elől, magyar emberektől. Igen, de hát a zsebszerződéseket megpróbálják törvényesíteni, és ezt látjuk, a Magoszban is volt egy lemondás éppen ezen a héten, tehát ez sajnos a szemünk előtt folyik. Ugyanakkor azért sejteni lehetett, hogy ez a kormány megpróbál minden irányba lépéseket tenni. Mondjuk azt nem gondoltuk, hogy egy
ilyen fokú érdekkiszolgáltatás történik, de most, amikor a ciklusnak már vége van, akkor mit jelent ez az akció, és akkor arra kérlek, hogy tájékoztasd a nézőket, hogy mit tettél. Igen, tehát ez azért kellett mindezt előzményszerűen elmondani, mert ugye a magyar föld megvédése terén mi a parlamenti eszköztárra teljes kérdésben kimerítettük, hiszen javaslatomra ugye a zárószavazáskor, hazáról föltörvény zárószavazásakor elfogadtuk a konfliktus, próbáltuk megakadályozni a törvény elfogadását, amit szerintem közjogilag érvénytelenül fogadtak el, de aztán utóbb ezt másképp magyarázták, ezt is megtették. Ugye a lényeg az, hogy a külföldiek számára lehetővé teszik a földszerzést május 1-től, külföldi fogalmába pedig ugye átvariálták a fogalmakat, tehát nem tekintik külföldinek úgy fogalmaztak, hogy megtiltottuk a külföldiek számára a földszerzést, de a külföldi kategóriában nem sorolják be az Európai Uniós tagállam polgárait, illetve az Európai Unióval társult tagságban levő államokat, például az Izrael állam polgárait. Ez azért elképesztő, mert 520 millió emberre terjesztették ezt ki. Pontosan így van, és mi azt szeretnék az alaptörvény vitájában már, hogy ezt rögzítsük az alaptörvényben, mert a magyar föld szent és érthetetlen. Halló? Igen, halló? Igen, igen, jó, most igen. Jó. Tehát, hogy kezdeményeztük, hogy tárgyalj újra a kormány a csatlakozási feltételekkel, amelyel ugye betoltak minket egy abszolút törvénytelen népszavazással, tisztességtelen népszavazással, és ugye a tőke szabad áramlásba került a föld, ezáltal a szabadadásvétel tárgya, ami nemzeti kincsünk, nemzeti megmaradásunk záloga. Most voltam nemrég egy Kiskunfélegyháza környékén Bugaton egy gazdafórumon, ahol elképesztő állapotokat találtam, tehát egyszerűen kétségbejtő a helyzet, illetve nem teljesen áll, és volt ilyen fiatal gazdák, akik azt mondták, hogy na jó, most már itt a vége. Tehát ellen kell állni, meg kell szervezni magunkat, mert csak magunkra számíthatunk, és ezzel nem lehet tovább tűrni azt, hogy oligarchák kapják ezeket a földeket, és nem lehet tűrni azt, hogy a nyugati megyéket gyakorlatilag már de facto felvásárolták a külföldiek, az első valószínűleg. Ennek ugye hangot adtam egy tiltakozásra az Európa Tanács közgyűlésén két hete, az osztrák kancellár hát jelenlétekor emeltem egy feliratot, és kértem a segítségét, hogy állítsák meg a földrablásokat Magyarországon, kértem a segítségét ebben, meg hogy tiszteljék a szemkoronát. A szimbólumok nagyon fontosak, tehát az Európai Unió az az intézményrendszer, amely tulajdonképpen Magyarországra kényszeríti ezt, hogy a földet tegye szabadadásvétel tárgyává, amely persze mondhatjuk azt is, hogy miért ne adhatná el bárki a földjét. Ugye ez egy alapszinten persze jó hangzik, makroszinten, társadalmi szinten, nemzeti szinten, meg egyszerűen azt jelenti, hogy egyszerűen azt a fajta létben tartó funkciát elveszíti a föld, amelyet jelentett itt több mint ezer éve, mégpedig azt, hogy itt a Kárpát-medencei magyar föld, tulajdonképpen kufárok, uzsorások és kalandvágyó, profitleső emberek martaléka lesz. Emlékszünk, hogy a 19. század végén ugyanez a jelenség volt, és akkor létrehozták a hangyaszövetkezeti hálózatot, szövetkezetbe szervezték az embereket, közösségbe szervezték őket, a termelésüket, a feldolgozást, az értékesítést közszették. Ez nyilván más, mint a kolhoz közös, ugye ez egy valódi szövetkezés volt. Tehát úgy látom, hogy nem megy másként. Nem megy másként, tehát ellenállás útjára kell lépni, ezt egy szimbolikus gesztusnak szántam. Na várjál, akkor légy szíves, Tamás, mondd el, hogy mit tettél, ugyanis a közvetítésből kimaradt, tehát leírásokból esetleg tájékozódott egy-két nézőnk, de hogy mi történt a felszólalásod végén, azt mondd el. Értem. Igen, azzal zártam a felszólalást, hogy éppen még a gyarmatosítási folyamat az Európai Uniónak köszönhető jelentős részben, ezért tűrhetetlen, hogy a magyar nemzet templomában, országgyűlésben ezeket a jelképeket elhelyezzék, és akármennyire, akár itt, akár nem a kedves nézők, nem tudom, feltűnt-e bárkinek, engem már 4 év óta zavar nagyon, hogy az ülésteremben a magyar zászló mellett, az elnöki pulpitus két oldalán ott van egy-egy Európai Unió zászló. Nem ismerős ez valahonnan, Tamás? Tehát az Iker zászló. Hát bizony, én emlékszem az időkre, az Iker zászlóként a vörös volt ott mindig a magyar mellett. Így van. És
komoly jogszabályok védték azt a, vagy intették azt a garázdát, aki eltávolította a vörös zászlót. Hozzáteszem, mostani hírekben feljelentenek minket majd garázdaság miatt. Nagyon örömmel állok elébe, mert úgy gondolom, hogy nem közösség ellenes ez a magatartás, amit tettem, közösség párti. Tehát majd nagyon kíváncsi leszek a ügyészségbíróság állásfoglalására, de hát jogvédőként hozzá vagyok szokva, hogy harcolni kell. Igen, na most te kivitted az EU zászlót az ülésteremből, és mit tettél a zászlóval? Igen, tehát itt felhívtam az utolsó mondaton, felhívtam az utolsó mondaton, az volt, hogy már pedig született, hogy itt legyenek ezek a jelképek, és felhívom képviselőtársaságot, hogy segítsenek abban, hogy eltávolítjuk ezeket ízét, és odaléptem a pulpitus pavodán levő zászlóhoz, és szerencsére egy képviselőtársam, egy kiváló barátom és hazati Lehar Balázs követett ebben, ő a másik zászlót lépett oda, egyszerre leemeltük, ilyen a haza, ilyen a szabadság szavak kíséretében kivittük az ülésteremből, és a folyosón lehelyik blokkhoz, amit kinyitottunk, és a sajtót tájékoztattuk a céljunkról, hogy egy defenestráció történik, tehát kidobjuk az ablakon a követeket, a nem kívánt jelképeket, igen, esetben itt a audio zászlót, és már miután feljöttek az ott dolgozó munkások figyelmét, és húzódjanak odét, ezeket az zászlókat kidobtuk. Na most ez egy nagyon, nagyon fontos gesztus, hiszen az európai történelemben éppen Prágában született meg a hagyománya a defenesztrációnak, amikor ott viszont képviselőket hajítottak ki. Volt olyan, hogy túlélte, olyan is volt, hogy nem élte túl. Tehát ez egy nagyon határozott parlamenti lépés, amit ti tettetek. És az, hogy cenzúrázták a parlamenti felvételeket, hogy egyszerűen nem lehetett tudni, hogy mi történt ott valójában, ez jelzi a közállapotainkat. Igen. Egyébként annyiban segíteni fogunk a nyilvánosságnak, hogy ezekben a percekben került, vagy talán már fel is került a honlapomra, a gaudionagytamás.hu honlapra az a videófelvétel, amit összeállítottunk erről az eseményről, hiszen szerencsére készült felvétel a zászló eltávolításról a nem hivatalos kamerák által, illetve éppen szerencsésen egy kedves operatőr megörökített, hogy hogyan zuhan le a zászló, ugyanis egy kint tartózkodott a épület előtt. Jó helyen volt, jó időben, mondani szokás, tehát ezt az egész folyamatot bemutatja egy felvétel a gaudionagytamás.hu oldalon, ez már szerintem most ezekben a percekben látható is, Facebook oldalon is, úgyhogy kérem, hogy ezt minél többen nézzék meg, és vigyék hírét ennek, és én azt szeretném, és el is mondtam egy szexuálisammal közösen, hogy itt egyébként mi ezt egy hadüzenetnek szántuk, mégpedig annak, hogy eljött most már cselekvés ideje. Tehát itt nem lehet tovább már várni, módosítgatókat beadni, felállni, leülni, szonokolni, tehát egyszerűen meg kell most már mozdulni, meg kell védeni ezt a nemzetet, vissza kell szerezni a szabadságunkat, és egyszerűen a gyarmatosítókkal szemben fel kell lépni. És nem tudom enged a folyamatot. Tehát arra kérjük mindenki, de te is fogalmaztam, hogy nem csodálkoznék, hogyha egyre több ilyen eset lenne most ennek nyomán az országban, ahol ezt a gyalázatos jelképet iskoláinkról, óvodáinkról, középületeinkről eltávolítják, vagy éppen felszólítják a középületek vezetőit arra, hogy távolítsák el. A jogszabály egyébként érdekesen szól erről, mert van egy jogszabály, 2004-ben elfogadott törvény a uniós zászló középületeken való elhelyezéséről. Hozzáteszem, ilyen uniós követelmény nincs, ami ezt előírná egyáltalán, tehát egyáltalán nem kötelező tenni. Márpedig a kormány nagyon sokat tűnik arra, hogy szabad folytatod az unióval. Elég furcsa, hogy gondolj bele, hogy Kossuthék úgy folytatnak szabadságharcot mondjuk a Habsburgok ellen, hogy közben hivatalosan kín van mondjuk éppen a trónfosztást kibondó országgyűlés termében, mondjuk ott van mondjuk a Habsburg csas. Ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon örülök, hogy felvetetted, bár nyilván nincs időnk, miközben te vezetsz, nincs időnk sokat beszélni róla, de az, hogy a Jobbiknak a tanácsadói között vannak Habsburg hívek, hát ez megint csak egy olyan körülmény, ami nagyon furcsa, és eddig senki nem szólalt meg ezzel kapcsolatban. Egy hát mondatot... Hát a nem szólaltak meg, ha jól tudom, mert ugye azért voltak kritikus hangok, amelyeknek ezt joggal felhánytól
Én nagyon várom én is a magyarázatot, bárhogy mondjam, hogy filmazóan nehéz megmagyarázni, hogy valóban vannak olyan magukat, magyar hazafira gondoló emberek, akik tényleg október 6 főre kocintanak annak örömére, hogy a maradő vértanokat kivégezték, gyalázatos módon megtekintjék, és megtekintjék egyfajta dősnek tekintik, aki a rebelliseket helyre rakta. Igen, szóval ez mindenképpen magyarázatot igényel, főleg így a választások előtt, és az, amikor egyébként a képsorokon éppen mutatjuk, hogy ott álltok az ablak előtt, és nem sokára kirepülnek a zászlók, ez ugyanaz, mint hogyha a két fejű, sasos Habsburg zászlót hajították volna ki annak idején, tehát az a világhatalom, amely a Habsburgok mögött állt, és amely az Európai Unió mögött áll, az a világhatalom bizony közös tőről, a pénzügyi családok maffiaszerű uralmából fakad. Ebben a pillanatban a zászlók a képsoron leértek a földre, és számomra... Igen, megmutattuk a felvételt. És ez azért fontos, mert a világ magyarsága Amerikától Ausztráliáig értesült erről, hogy mi történt, így nem maradhat titokban, akármennyire is elhallgatják, meg bagatellizálják. Nagyon fontos, hogy ez megtörtént a mai napon. Az pedig, hogy a barátod Lenhardt Balázs volt a társad, az megint egy mondatot igényel, hiszen ő nincs benne a Jobbikban, és ha jól tudom, te pedig nem vagy rajta a Jobbik országgyűlési listáján, és kérdésem, hogy ez mit jelent? Hát igen, ennek nyilván oka van, tehát úgy lehet megfogalmazni, hogy objektív és szubjektív okai vannak, hát nyilván ez bőrelben kifejtve úgy szól, hogy egyrészt ugye a pártpolitikai keretek nekem ez alatt a 4 év alatt a bebizonyosodott túl szűkek, tehát én nem vagyok pártpolitikus, kezdettől fogva ezt nyilván hangsúlyoztam, amikor van a Gábor felkért a képviselőségre, ő maga sem kérte azt, hogy legyek az, meg nyilván nem is várta el, én sem gondoltam, hogy azzá válok, mert nemzeti jogvédő voltam, vagyok, leszek, így szolgálom a hazámat, nyilván úgy érzem, hogy azért sok mindent tudtam tenni az elmúlt 4 év alatt, és pont ez a bizonyos napirend utáni felszólásom, amelynek a végén ugye legutolsó cselekményként ezt a két visszahozott zászlót megint elvittem, a WC-be vittem, önéltó helyére, hogy úgy mondjam. Tehát voltak eredmények, de úgy érzem, hogy most a parlamenti keretek között én nem tudok már maradni tovább. Ez a szubjektívok, van a objektívok, amiért arról szól, hogy összeférhetetlenséget állapítottak meg az új országgyűlési törvénye, tehát más kereső tevékenységet parlamenti képviselőnek folytathat, ami hozzáteszem nagyon rossz döntés szerintem, mert nyilván más állami tisztséget ne töltsön be, vagy éppenséggel be is töltetett, több fizetést ne vegyen föl. Nem, hogy én az elmúlt 4 évben pont be tudtam bizonyítani, hogy második legaktívabb képviselője lettem a Magyarországgyűlésnek, több mint 70 óra felszólalással és közel 800 módosítójavaslattal, sok más egyéb aktivitással, számos bizottsági munkával. Tehát én tudtam egy ügyvédi tevékenység, jogvédi tevékenység mellett aktív képviselő lenni, tehát miért tiltanak el ettől? Tehát ezt tiltanak, és magyarul hát a pártoknak kiszolgáltatott emberek fognak beülni a parlamentbe, akik nem lesznek önálló akarattal bírók, illetve hát a valós életviszonyait sem fogják ismerni kellő mélységgel. És teljes pénzügyi függőségben lesznek. Az van, európai parlamenti képviselőséged az miként változik, vagy nem változik? Hát én ugye Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja vagyok országgyűlési képviselőként. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy mivel nem leszek országgyűlési képviselő, ez nyilván az Európa Tanácsi parlamenti közgyűlési tagságom is megszűnik. Az, hogy az Európai Parlamentben az esetben jó képviselő lennék a nemzetnek, én úgy érzem, hogy igen, jó képviselő lennék. Jelen pillanatban a Jobbik vezetése nem így gondolja, tehát nem kívánnak úgymond esélyt adni arra, hogy én a nemzetemet Európai Parlamenti képviselőként szolgálhassam. Igazából érdemi magyarázat nélkül, megmondom őszintén, tehát ezért döntöttem úgy, hogy nemzeti jogvédő munkámat egy emeltet szinten folytatom, ami jelenleg azt jelenti, hogy én tervezem azt, hogy partnerekkel, bajtársakkal, így többek között első között Morvai Krisztina képviselőtársammal egy olyan európai szintű
patrióta jogvédő szervezetet, egy brüsszeli székelyi szervezetet hozott létre, amely az Amnesty International, vagy a Human Rights Watch liberális jogvédő szervezetek, mint egy antitéziseként a hagyományos nemzeti közösségek értékvédelmére koncentrál, ezek között is különösen a Kárpát-medencei magyar közösség önrendelkezési törekvéseire koncentrál, úgyhogy ezt a munkát fogom végezni, ez várom majd a partneri támogatását azoknak a patrióta külföldi képviselőknek, jogászoknak, meg hazai jogászoknak, mozgalmároknak, civileknek, akik ebben segítenének, akár tettleg, akár pénzügyileg. Én úgy érzem, hogy ez a kibontakozási útja, tehát fel kell venni a harcot a önrendelkezésért, mert egyszerűen nem marad más. Gandhi mondását idézni egy záró gondolatként, ami nekem nagyon tetszik, hogy nem tudod, hogy mire cselekedeteid következménye, de ha nem cselekszel, akkor biztos, hogy nem lesz semmi következménye a cselekedeteidnek, úgyhogy ennek szellemi. Dr. Gaudi Nagy Tamás, köszönjük szépen az Álmos Király Televízió nézői nevében a lelkiismeretes tájékoztatást, a jó Isten áldjon meg. Köszönöm szépen, tovább sok sikert és szerződött mindenkinek. Köszönöm a Magyarországon. Ez volt a meglepetésünk a mai nap elején, és